Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. július 29-én este 7:30-kor. Időközi választás, független jelöltet támogat az ellenzéki összefogás. Visszalépett dr. Tóth Roland, döntésével dr. Vince András támogatja. Adományokat gyűjtenek a kék lovagok, már szervezik a jövő évi családi napjukat is. Július 28-án, kedden délután közös sajtótájékoztatót tartottak a Békés Kalocsáért Egyesület, a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP és a Szövetségben Városunkért Egyesület. Az eseményen Király Róbert, az ellenzéki összefogás önkormányzati képviselője bejelentette, nem állítanak újabb jelöltet a kalocsai időközi választásokon, hanem egy független jelöltet támogatnak majd. Király Róbert az egyetlen olyan képviselő a jelenlegi városvezetésben, akinek egyéni választókörzetből sikerült bekerülnie a testületbe az ellenzéki összefogás színeiben. Nem véletlen tehát, hogy a július 28-ai sajtótájékoztatón neki jutott az a feladat, hogy ismertesse a 2019 óta kibővült ellenzéki egység időközi választásokkal kapcsolatos álláspontját. A döntést hosszas tárgyalások, egyeztetések folyamán hozták meg, ahol mindenki félre tudta tenni a korábbi sérelmeit, problémáit, és egy cél fele próbált a tárgyalás haladni, és ennek eredményeként a következő elhatározásra jutottak. Szeptember 20-án a 7-es számú egyéni választókerületben a jelenlévő politikai erő visszalépteti minden jelöltjét, és nem indít jelöltet. Király Róbert hozzátette, úgy gondolják, hogy ezzel egy példaértékű döntést hoztak meg az ellenzéki szervezetek képviselői. Tanulnunk kellett 2019. október 13-ból. Tanulni kell, nem csak az önkormányzati választásokra, hanem majd az elkövetkezendő országos képviselőválasztásra is, ugyanis egy cél érdekében, és azért, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjét le tudjuk győzni Kalocsán, ezért egyetlen egy hiteles és lehetőség szerint független jelölt indulhat csak, és ez dr. Vince András. Az ellenzéki összefogás tagjai éppen ezért külön-külön is azt kérték szimpatizánsaiktól, hogy a függetlenként induló dr. Vince András támogassák a szeptember 20-ai időközi választásokon. Ma délelőtt újabb események történtek a 7-es számú egyéni választókerületen kiírt időközi választásokkal kapcsolatban. Az ellenzéki összefogás keddi bejelentését követően a függetlenként induló dr. Tóth Roland is nyilvánosság elé állt, bejelentette, visszalép a jelöltségtől. Egymást érik a bejelentések a 2020. szeptember 20-ára kitűzött 7-es számú választókörzetben megtartandó időközi önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Jánosi György képviselői mandátumáért első körben úgy tűnt, hogy Arnold Adrien, dr. Tóth Roland és dr. Vince András indul képviselőjelöltként. Azonban két nap leforgása alatt jelentős változások történtek. Először tegnap délután, mint arról az előző hírünkben már beszámoltunk, az ellenzéki összefogás tett bejelentést, miszerint nincs önálló jelöltjük, a függetlenként induló dr. Vince András támogatják. Ma reggel pedig a Kalocsai Lokálpatrióta Egyesület támogatásával szintén függetlenként induló dr. Tóth Roland tett bejelentést az időközi választásokkal kapcsolatban. A Kalocsai Lokálpatrióta Egyesület úgy látta, hogy az elmúlt napokban rendkívüli módon felpörgött kampányüzemmódba került a kalocsai közélet. Ebben a tekintetben mi is levontuk a következtetéseket, és a Lokálpatrióták Egyesülete arra a döntésre jutott, hogy a jelöltségem vonatkozásában én visszalépek a 7-es körzetben történő jelöltkénti indulásomtól. Dr. Tóth Roland kiemelte, elhatározása összhangban van az Egyesület döntésével. Mi az identitásunkat mindig úgy határoztuk meg, hogy függetlenek vagyunk, pártpolitikában nem szeretnénk részt venni, és a városi közéleti kérdések vonatkozásában kizárólag szakmai alapokon kívánunk megnyilvánulni,
esetleges egyes eseményekre reagálni. E tekintetben mi úgy találtuk, hogy kezd eldurvulni, pártpolitikaivá válni a kampány, mi ebben nem kívánunk részt venni, és csak független jelöltet kívánunk támogatni. Az elmúlt eseményekben láttuk azt, hogy látható volt az is, hogy nem jelentünk meg a tegnapi sajtótájékoztatón sem, a Bandi sem volt jelen. Ez a szimbolikus térben azt jelenti tulajdonképpen, hogy a függetlenségünket szeretnénk a pártoktól ezt kinyilvánítani, és ezt szóban is ma is meg szeretném tenni. A Bandi személyében én egy független, a pártpolitikától mentes személyt ismertem meg, képzettsége révén alkalmas arra, hogy a képviselőjelöltséget ellássa, esetleges megválasztása esetén pedig a hetes körzetben kiváló képviselőjelölt lenne. A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Vince András is, aki tudomásul vette és elfogadta Tóth Roland bejelentését és indokait, illetve elmondta, hogy megtisztelő lenne számára, ha a körzetválasztó polgárai egyértelmű bizalmat szavaznának neki a szeptember 20-ai időközi választáson. Motoroztattak értelmileg sérülteket, gyűjtöttek tartós élelmiszert otthonokban élő embereknek, most pedig már a jövő évi nagy rendezvényüket tervezik a Blue Nights tagjai. Egy nemzetközi találkozóra éppen a napokban kaptak meghívást. Akár egy-egy tagjuk kezdeményezése mellé odaállnak szívesen, így kezdenek bele új ötletek megvalósításába. Egy kifejezetten nagyobb jellegű akcióink nem voltak, hiszen mi is most első körön a saját csapatunkat szeretnénk megerősíteni, újra összeszokni, hiszen több mint fél éven keresztül nem találkozhattunk egymással, így a találkozások nagy örömére már is új ötleteket vetettünk be, és vettünk ki a kis zsákunkból, vagy motoros táskánkból, és plüssgyűjtésbe kezdtünk az elmúlt időszakba. Timi tagunknak, ugye a szállásmesterünknek a kezdeményezésére. Első körön, ugye a déli határvidéken szolgálatot teljesítő katonák körébe konzerveket és tartós élelmiszert gyűjtöttek a Mócsi utcai bárka központ részére, mely már átadásra is került az ott lakók számára. Nagy öröm érte a csapatot, hiszen ugye ritkaság, amikor sikerül ekkora méretű adományt eljutatnunk hozzájuk. A motorsimogatás mellett a biztonságos közlekedésről, a ruházatról is szót ejtenek egy-egy programon. Már jártunk szelíden az évfolyosztáborozók körébe, ahol szintén motorsimogatót és motoroztatást tartott az ott táborozók nagy örömére, de készülünk Szegedre, megyünk a szakmári ovisokhoz, és megemlékezünk majd a motorosok részére készített emlékműnél is Kölesden. 2021-re Romániába kaptak meghívást egy nemzetközi találkozóra. Az idejében elmaradt az éves nagy rendezvényünk, legnagyobb sajnálatunkra, de mi úgy döntöttünk, hogy inkább elhalasztjuk, nem szeretnénk bepótolni az idei évbe egy kisebb rendezvénye, mi a jövő évre készülünk erőteljesen, már most megindultak a szervezések az áprilisi nagy programunkról, és a május végi nagy program pedig az Európai Konferencia találkozójára most kaptuk meg a meghívást, ami Romániába, Konstancába történik. Most erre is ugyanolyan nagy lelkesedéssel és lendülettel készülünk, hiszen ez, úgy mondhatom azt, hogy életbe egyszer adódik, hogy ilyen közelségbe kerül hozzánk egy ilyen nagy nemzetközi találkozó, amire meghívást kapott a csapatunk. Létrejött a Paks és térségek közműfejlesztési és beruházási önkormányzati társulás. Ennek Paks, Gerjen, Fadd és immár Kalocsa is a tagja. Az önkormányzati társulás abból a célból jött létre, hogy az elnyert több milliárd forintos közműfejlesztési beruházást a települések közösen, együttműködve, így hatékonyan valósíthassák meg. A koronavírus miatti kényszer szünetet követő első testületi ülésen tárgyalták a kalocsai képviselők az önkormányzat belépését a frissen alakult Paks és térségek közműfejlesztési és beruházási önkormányzati társulásba. Ugyanis Kalocsa város önkormányzata a tavalyi évben pályázatot nyújtott be a PIP Közép-Duna menti térségfejlesztési non-profit Kft. Felhívására, ahol sikeresen szerepelt, így közel 1 milliárd 143 millió forint támogatásban részesült, melyet a város vízellátására és szennyvíz tisztító tele fejlesztésének tervezésére fordíthat. Paks 2 beruházással érintett települések létrehoztak a társulást a fejlesztések koordinálása és lebonyolítása érdekében. Város korábban jelentős összeget kapott a közműhálózat fejlesztésének megtervezésére, az 1,143 millió forint. Ez a pénzeszköz kerül átadás a társulás részére, szükséges korábbi támogatói döntés megváltoztatása is. Hasonló támogatásban részesült Kalocsa mellett Paks,
Gerjen és Fad települések is, így felmerült, hogy a települések egymással szoros együttműködésben valósítsák meg ezen projekteket, melyhez létrehozták a Paks és térsége közműfejlesztési és beruházási önkormányzati társulást. Paks, Gerjen és Fad települések közösen négyen a társulás keretében, arról szól, hogy a pénzeszköz átfogó társulás részére, és a társulási formákat társulási tagként folytatjuk le ezt a rendszert. A veszélyhelyzet ideje alatt Kalocsa első embere döntött a csatlakozásról, azonban az ezt követő első testületi ülésen a képviselők is megtárgyalták az erről szóló határozatot. Paks város polgármester az elnöke ennek a társulásnak, és én vagyok az alelnöke. Egy fejlesztési célért dolgozunk, tehát itt a térségben, ezért is jött létre, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk ezt a beruházást, illetve már a tervezést is lefolytatni, hogyha így a négy település, akik az érintettek ebben összeállnak, és így kerül sor. A társulás bejegyzésével az egyes települések támogatói okiratának módosítása szükséges. Az erről szóló határozatot kisebb vitát követően végül a kalocsai képviselőtestület 9 igennel, 2 tartózkodással elfogadta. Hagyományos helyi jellegű leveseket, húsokat, egytál ételeket, süteményeket, kalácsokat lehetett kóstolni a hétvégén Uszódon. Először szervezték meg az uszódi ételek napját. Az elmaradt gubbantós helyet kevesebb résztvevővel zajlott a program. Mi úgy gondoltuk, hogy mégis szeretnénk valamilyen egyszerű, kisebb rendezvényt tartani, és a 2019-ben kiadott uszódi könyv, szakácskönyv fejezete adta az ötletet ahhoz, hogy megrendezzük az uszódi ételek napját. Nem voltak helyezettek, nem osztottak ki díjakat, hiszen nem lehet összehasonlítani egy 100 rétűt egy marharépás pörkölttel. Inkább a fiatalabb korosztály egy irányába billent el a mérleg. Valamiért lehet, hogy az idősek még mindig a félősek itt a sok riogatás miatt, és kevésbé vettek részt, és kevésbé voltak aktívak, pedig nyilván az ő idejüket szimbolizálták ezek. Készültek levesek, készült második fogásként is, de készült, tehát legtöbb az a sütemények, tészták kategóriába jött be, valószínűleg ez volt a legegyszerűbben szállítható, hozható, adagolható, elkészíthető. Egy korábbi pályázatnak köszönhetően egy hűtőkocsi is rendelkezésre állt. 2019-ben Uszodközség önkormányzata a Magyar Falupróba adott be egy pályázatot a helyi identitás erősítése kategóriában, ahol egy személy foglalkoztatását nyertük meg, és bizonyos konyhai eszközöket. Ezek között, az eszközök között kiemelt két hűtőszekrény, egy vontatható hűtőkonténer és egy elektromos sütő. A tervek szerint jövőre is megszervezik az uszódi ételek napját, ugyanígy önálló rendezvényként. Csökkent a turizmus, mely mellett a magyarok külföldre látogatása is jelentősen kevesebb lett az előző évi adatokhoz képest, közölte a KSH legújabb összefoglalójában. A koronavírus miatt a kormány kategóriákra osztotta az egyes országokat. Aki sárga vagy piros országból jön, 14 napos karanténra számíthat. A járvány miatt március közepén bevezetett utazási korlátozások következtében az első negyedévben, azon belül márciusban csökkenésbe fordult a külföldiek magyarországi látogatásainak, valamint a magyarok nemzetközi utazásainak száma. Állapította meg legfrissebb összefoglalójában a Központi Statisztikai Hivatal. A külföldi látogatók száma elsősorban a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések hatására 13%-kal csökkent az előző évi azonos időszakához képest. Az egynapos utazások száma 12, a többnaposoké 15%-kal lett kevesebb. A külföldi látogatók fejenként és naponta átlagosan 17.100 forintot költöttek Magyarországon, 1.400 forinttal többet az egy évvel korábbinál. A szabadidős célú utazásokon résztvevők kiadásai átlagosan 5.9%-kal 20.700 forintra nőttek. A látogató költésének 28%-a szállásra és vendéglátó szolgáltatásokra, 18%-a közlekedésre és üzemanyag vásárlásra irányult.
Az élelmiszerekre és egyéb árucikkekre fordított kiadások aránya 29%-ra nőtt. A magyar állampolgárok is jelentősen kevesebbszer utaztak külföldre idén. Az egynapos utazások száma 21%-kal, a többnaposoké 15%-kal csökkent. A barát és rokon látogatási célú utak száma csupán 8,6%-kal, míg a város nézési célú utazásoké 21%-kal mérséklődött. A magyarok külföldi utazásainak 64%-a egynapos út volt. Jelentősen csökkentek az egynapos vásárlások, illetve az üzletelési célú utazások is. A legtöbben továbbra is Ausztriába és Szlovákiába utaztak, ám az odalátogatók száma egyaránt ötödével mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A külföldre utazó magyarok átlagosan 2,5 napot töltöttek el utazásaik során, 0,4 nappal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az utazó külföldön töltött összes ideje 30%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, legerőteljesebben a munka végzési és az üzleti utak esetében csökkent. A külföldre utazó magyarok folyóáron 11%-kal kevesebbet, 162 milliárd forintot, fejenként és naponta átlagosan 14.500 forintot költöttek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!